A Csongrád megyei önkormányzat néhány napja napvilágot látott közleményéből megtudhatjuk, hogy megyénkben 2021-es évben több mint 70 km új kerékpárút fog épülni. Számunkra nagyon jó hír, hogy a Homokhátság szinte minden települését érintik ezek a kerékpárutas fejlesztések, csak úgy, mint a Morrahalmot az Ásotthalom kissori tanyavilággal összekötő új kerékpárút, melynek építése már szeptemberben megkezdődött a tavalyi év folyamán. A nemzetközi határátkelőhely működése következtében többszörösére megemelkedett forgalmi út mentén a sűrűn lakott külterületi településrészen és a kissori tanyaközpont területén élő polgárok kerékpáros közlekedése veszélyesebbé vált. Helyzetük megoldása érdekében a Mórahalmi önkormányzat megterveztette a kerékpárutat az 55-11-es jelű kissori út mentén az egykori gazdasági vasút nyomvonalán. A beruházás megvalósítására pályázati támogatás adódott a fenntartható települési közlekedés fejlesztés kiírás keretében, melyre Mórahalom önkormányzata a Csongrád-Csanád megyei önkormányzattal, mint konzorcium vezetővel együttműködve pályázott. A közös munka eredményeképpen nyújtották be a Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése című pályázatot. A projektet 500 millió forint támogatásban részesítették, mely a beruházás bruttó költségeinek 100%-át fedezi. A munkálatok kivitelezésének lehetőségét közbeszerzési eljárás keretében hirdették meg. A beszerzésre az Algyői székhelyű Délút Kft. Tett nyertes pályázatot. A kivitelezés során 4 km hosszú új nyomvonal épül, valamint két kerékpáros fedett, napelemes, kandeláberrel megvilágított, paddal és asztallal ellátott pihenőhelyet is kialakítanak. Felújítják a Mórahalom belterületén egyenetlenné vált 1 kilométeres belterületi szakaszt is a pályázat keretében. Az útszakasz mellett húzódó, vágásérett nyárfasort már kivágták, helyére pedig új fasort fognak ültetni. A munkálatok a tereprendezési és régészeti feladatokkal 2020. szeptember elején kezdődtek meg, és a beruházás teljes egésze 2021. nyarán fog befejeződni. A hálózati terv összefoglalja és részletesen bemutatja a Mórahalom területén szükségesnek vélt, a kerékpáros forgalom részére biztosítandó, a közlekedésbiztonságot elősegítendő új kerékpáros utak építési elképzeléseit, a meglévő felújításra szoruló utak korszerűsítésének szükséges lépéseit, valamint az egyéb elengedhetetlen forgalomtechnikai beavatkozásokat. Mórahalom önkormányzata feladatának érzi a kerékpáros forgalom biztonságossá tételét, így e projekt megvalósítása révén, valamint további kerékpárbarát fejlesztések előtérbe hozása mellett mindent megtesz a város biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében.